hát akkor a kis mókus. Visszament a tisztosra szedni gyógynövényeket. Szedni gyógynövényeket. Mesefoglalkozással indult a téli szünet utáni első tanítási nap a Rozsnyói Református Egyházközség alapiskolájában. Bevált módszer, hogy a legkisebbek az élményórákon keresztül játszva tanulnak. Annak érdekében, hogy ez a szép magyar nyelv megmaradjon, sok népdalt tanítunk nekik, meséken keresztül próbáljuk gondolkodni, éppen egy mesefoglalkozást láttak, hogy mesét fűztünk, szavakat bővítettünk valamilyen szinten, szókincset gyarapítottunk. A családias légkörnek köszönhetően a gyerekek nagyon jól érzik magukat az iskolában. Azért szeretem, mert hát... jó itt lenni. És milyenek a tanítónénik? Hát jók egyelőre csöppet. És Stella, te miért szeretsz ide járni? Mert kedvesek a tanítónénik, és mennek nekem az órák. Én is szeretem a tanítónéniket, szeretem a matekot. Jó, így. Áldás békesség! Istennek dicsőség! A Rozsnyói Református Alapiskola 20 évvel ezelőtt még a meccsiári időkben indult, amikor a magyar oktatási intézmények embertelen bánásmódban részesültek. Ebben az időszakban született meg az a gondolat, hogy nyissa ki a kapuit egy olyan iskola, amely bebiztosítja a Rozsnyói, illetve Rozsnyó környéki magyar gyerekek számára az anyanyelvi oktatást. Ez volt az egyik feladata, és a másik feladata pedig az, hogy igazából legyen egy útmutató, ez pedig legyen a Szentírás, Jézus Krisztus igéje. Ez a szellemiség járja át a mai napig az iskolát, ahol jelenleg 150 gyerek tanul. 2016 a gyarapodás éve volt. Ősszel több gyereket irattak be a magyar tanítási nyelvű intézménybe, mint korábban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a Felvidéken még magyar szó hangozzon. Örülök nagyon neki, hogy a szülők is fontosnak tartják, amellett, hogy igen, meg kell az államnyelvet tanítanunk, de hogy a gyerekek választékosan beszéljenek, és külön öröm számunkra az, hogy vegyes házasságokból is még ide kerülnek a gyerekek, és az osztályban van 4 szülő, akivel nem is tudok magyarul beszélni, és mégis minket választott. 20% alatt van a rozsnyói magyarság, ezt a fogyást ezt meg kell állítanunk. Na most csak akkor abban az esetben tudjuk, hogyha a gyerekek tudják, hogy mi az anyanyelvük, és ezt használni tudják méghozzá tényleg egy olyan szinten, amilyenen kell, ismerik az irodalmat, ismerik a magyar irodalmat, a szokásokat, a történelmet, és ismerik a gyökereiket, tehát tudják, hogy kik ők és honnan jöttek. A templom és az iskola az a két bástya, ami megtartja a magyarságot Felvidéken is. Ezt hangsúlyozza Búza Zsolt református lelkipásztor, aki 7 éve szolgálja a gömöri közösséget. Az iskolánkban 17 községből járnak a gyermekek, és ezt tudni kell, hogy ezek a gyermekek visszamennek a falvakba, visszamennek oda, ahonnan érkeznek. És ott szeretnénk egy olyan társadalmi erőt képviselni a jövőben, hogy ezek a gyermekek otthon maradjanak, itthon maradjanak, érezzék a fontosságát a templomnak, a gyülekezetnek, érezzék a fontosságát annak, hogy családot alapítanak ott, ahol nagyapáik, édesapáik éltek, és betagolódjanak abba a társadalomba, ahol valóban meg kell keresniük a kenyeret, és valóban meg kell élniük a hitüket. A templomból most térjünk vissza az iskolába, ahol még tartanak az utolsó tanórák. A diákok egy része késő délutánig az iskola otthonban marad, mások hazamennek az iskolabusszal, ami a környező településekről hozzaviszi a gyerekeket. A buszjáratot anyaországi támogatással, a Bethlen Gábor alap segítségével működtetik. Ez egy óriási segítség a szülőknek, ugyanis 3-szor is fordul az iskolabusz, minden egyes reggel, minden egyes délután, összeszedi a gyerekeket, és azt lehet mondani, hogy a szülők szinte a kapunál, kapuig kísérik csak a gyerekeket, illetve az iskola kapuja előtt szállnak ki a gyerekek. A Rozsnyói Református Alapiskola példaértékű intézmény a Felvidéken, ahol olyan szellemi és lelki útravalót kapnak a fiatalok, melyek biztos kapaszkodót nyújtanak nekik a jövőben magyarságuk megtartásához.